Hello, hello! Ma rizsesút fogok készíteni az ebédre. Egy picit lemaradt a videó eleje, úgyhogy már a sűrűjébe csöppenünk, midőn azt látjuk, hogy egy evőkanálnyi olajon pirítom az apró kockára vágott lilahagymát. Ez körülbelül egy ilyen szép darabka, mit tudom én, tenisznapdánál kisebb hagyma volt, amit egy picit megsózok. Amire azért van szükség, később lesz még ízesítés, de ez a só azért kell a hagymára, hogy egy kicsit jobban dísztelődjön. Hamarabb kiadja a levét a hagyma. Úgy szépen kevergetem, ahogy azt kell, ahogy a nagyok is csinálják. Majd most hozzárakok egy kevés apróra vágott paprikát. Ez tényleg nem sok, egy 2-3 karikát fölkockáztam. Ez ilyen tévépaprika. Na most ez nem az a tévépaprika, hanem ez a tölteni való tévépaprika. Érted? Tölteni való tévé. Sokan nem tudják, csak azért. Legalábbis volt, aki már megkérdezte. Na, egy kevés vizet öntök rá, de csak azért, hogy még inkább dísztelődjön itt a cucc. És most jön hozzá a fokhagyma. Mert ugyebár ez az egész egy kicsit ilyen pörköltes jellegű lesz, de mivel nem pirosra csinálom, paprika nélkül, paprika és paradicsom nélkül készítem. A fokhagyma az körülbelül 2 szép fok volt. Ugyebár a rizsesúst lehet többféle módozatban csinálni. Tehát olyan, mint a lecsó, hogy kismillióféleképp elkészíthető. Itt például egy kis fagyasztott zöldborsót raktam hozzá. Nem is sokat, mennyi lehet ez, 2 marék maximum. Tehát, ahogy mondtam, a rizses hús is rettentő sokféleképpen lehet csinálni. Lehet csinálni, hagyni fehérre, pirosra, épp hogy rózsaszínre. Tehát rengeteg módozata van, többféle ízesítéssel is. Nos, mikor a borsó már felolvadt és egy kicsit megszottyadt, tehát már megpárolódott, akkor hozzárakom a húst. Ez konkrétan karaj, de lehet sertéscomból, lapockából, bármiből. Akik a száraz húsokat szeretik, azoknak lehet pulykamell, csirkemell, bármi. Tehát tényleg akár robbantott csirkét is rakhatunk bele, ugyebár ez a amit teljesen csontos csirke össze-vissza darabolva. Nos, amikor a hús már egy kicsit így fehér kérget vett fel, akkor rakom hozzá a gombát. Ugyanis a kara is hamar megfől. Főleg, hogyha ilyen apró kockákra vágtam. Ízesítem némi majorannával. Aztán hozom a következő fűszert, ami a bors. Mert ugye bár az ilyen pörkölt jellegűekben jól jön a bors. Továbbá a kedvenc fűszerem a szárított, a metélő hagyma. Ezt általában szoktam rászórni, mert miért ne? Ez egy kis petrezselyem, zöld szárított. Persze frissből mindig finomabb. És most jön a végső ízesítés vegetával. Esetleg, hogyha úgy van, akkor akár egy leves kockát is rá lehet dobni, marhásat, csirkéset. Az ízesítést mindig úgy végezzük el. Ezt el szoktam mondani, hogy az ilyen rizses és tésztára kerülő cuccoknál mindig, amikor megkóstoljuk, legyen sós. Tehát olyan, amire már azt mondjuk, hogy sós. Ugyanis ahogy rákerül a tésztára meg a rizsre, abban a pillanatban veszít a sósságából, mivel ugyebár tehát már kisebb adagott a tésztán meg a rizsben. A rizs amúgy is elszívja a sós levet, és az jót tesz neki. Nos, mint látható, 2 ilyen üvegtállal raktam hozzá rizst.
és én úgy szoktam, általában az a módja, hogy kétszer annyi víz, én szeretek még annál egy kicsit többet rakni. Tehát ugye bár két tállal raktam bele rizst, akkor most tartok ott, hogy most rakom hozzá a negyedik tál vizet, és még egy keveset. Tehát egy picit többet raktam a duplájánál hozzá. Tehát úgy tudom mondani, hogy ha két deci rizst rakunk, akkor ugye 4 deci víz illene, de én 5-öt rakok. És úgy figyeltem meg, hogy akkor jobb lesz. Legalábbis nekem nem szeretem, hogyha annyira puskapor száraz marad a rizs. Nos, a rizs körülbelül egy olyan 10-15 perc alatt megpárolódott. Egyszer jól összekavarom, hogy minden egyenletesen legyen a cuccban, és akár már lehet is tálalni. Bár mondjuk itt még én hagyom egy 10 percet állni fedő alatt, mert a rizsnek egy kicsit a titka a pihentetés, de nem muszáj, de ha hagytad, akkor utána lehet tálalni. Én abba az adagolós üdövegedénybe raktam bele egy adagot, kicsit letuszkoltam kanállal, és akkor gyönyörűen dómot lehet építeni a tányér közepére. Bármilyen savanyúság jó hozzá, én most házi céklát alkalmaztam. Remélem kipróbálja valaki. Ha igen, akkor jó étvágyat hozzá. Hello, hello.